Sziasztok! A költészet napja alkalmából a Bibóból jelentkezünk, és két fellépővel fogok beszélgetni, kérlek mutatkozzatok be! Nagy Norbert! Herceg Anna! A költészet napja az az iskolánkban egy nagyon fontos rendezvény évről évre. Különféle zenés, illetve megzenésített műsorokkal ünnepeljük meg ezt, és ugye ez József Attilának a születésnapja. Tanárok, illetve diákok egyaránt tartanak egy ilyen zenés műsort, és idén engem ért az a megtiszteltetés, illetve szerencse, hogy a konferáló tudok lenni. Te kerestél meg valakit, vagy téged kértek fel, hogy te legyél a konferáló? Hála Istennek, engem kértek fel, ugyanis a szargalvatókon, illetve ballagásokon már szerencsére évről évre én tudok lenni a konferátor, és én ennek nagyon örülök, mert tényleg óriási megtiszteltetés, hogy az iskolában ekkora szerepet tudok játszani az ilyen rendezvényeken. És hát szerintem idén is, mint ugye tavaly előtt, és amikor ide járok, nagyon színes műsor szokott ez lenni, ez a költészet napja, és szerintem ez idén se szakadt meg, és egy nagyon remek előadást láthattunk a diákoktól. Minden évben fontos, mert hát ugye ez József Attila születésnapja, és hogyha nem ünnepelnénk meg, akkor nem fejeznénk ki a tiszteletünket iránta, és ezzel, hogy zenéket éneklünk, vagy verseket adunk elő, így hálát mondunk neki, hogy írt ilyen csodás verseket, és hát megzenésítve énekeltük, és ez szerintem egy csodás dolog. Hogyan jött az ötlet, hogy ti megzenésített verseket énekeljetek? Hát... Szerintem ez úgy jött, hogy Kolarics Gábor tanár úr mondta a csapatnak, hogy mi lenne, hogyha énekelnénk ilyen verseket, és hát valamelyiket teljesen megzenésítettük, de a másodikon meg már nem változtattunk rajta, és hát ez úgy maradt, de szerintem így lett jó az összhang is. És mit látsz az osztályban, vagy így a fiatalok körében, mennyire népszerű az irodalom, mennyire szeretik a diákok? Hát az irodalom szerintem sokkal fontosabb, mert hát szeretik is, de nem tudom, nem sokan helyezkednek el ebben a témában. Tehát nem úgy veszik, hogy tehát a költészet napja, hanem csak egy esemény. És hogyha mondjuk elmondunk egy verset, akkor lehet, hogy megemlékeznek a költőről, az életéről, vagy más irodalmi szerzőkről, és szerintem ez sokkal fontosabb a társadalomban. Számodra milyen nehéz volt megtanulni a szöveget? Nem volt nehéz, mert én jártas vagyok a szakmában, és hát olyan két próba alatt megtanultam, tehát nem volt nagyon nehéz. Amikor felkérnek egy ilyen rendezvényre, hogy esetleg verset szavaljak, vagy prózai szöveget esetleg, vagy konferálni, akkor rengeteget foglalkozok vele, nagyon beleásom magam a témába, és megpróbálok minél jobban felkészülni lélekben, illetve hangsúlyokra odafigyelni, hanglejtés, minden dologra odafigyelni, és számomra ezek a rendezvények nagyon szívből jövőek, és nagyon sokat jelentenek, hogy ilyen rendezvényeken felléphetek. És mit tudtok erről a kiállításról, mióta van, mikor állították ki? Szerintem ezt mától állították ki, és hát egész érdekes meg kell nézni az egész kiállítást. A diákoknak a művei vannak kiállítva, szerintem, és hát jó a mondani valója is. Szerintem érdemes rá odafigyelni, ha ki megnézi. Továbbra is a Bibóban vagyunk, az előző csúcspontban már a zenekar egyik tagjával beszélgettünk, azonban most a többit is kérdezem, kérlek áruljátok el a neveiteket. Somogyi András. Rákóczi András. Horváth Domonkos. Bános Raja. Hogyan jött az ötlet, hogy ti most itt zenéljetek ezen a napon? Hát igazából Kolarics Gábor tanár úr kért fel minket, hogy adjunk elő valamit az ő műsorához, így is kicsit színesítve a palettát, és akkor hát jött az ötlet, hogy akkor így évfolyamból összeszedjük az embereket. 32 éves lettem én, meglepetéssel küldtem én, csecsebecse, csecsebecse, olyan dígbejjel meglepem, egy kávéházi szegletem, magam. Ez nem egy állandó formáció volt, hanem most álltatok össze, mennyit gyakoroltatok? Hát hetente így összegyűltünk meg, most az elmúlt héten, összeültünk így órák után. Miért fontos a költészet napja számodra? Nem tudom, annyi szép magyar vers van, és szeretem csak őket olvasgatni. Ti találtátok ki, hogy miket énekeljetek? Hát kaptunk ötleteket, verseket kaptunk. Az egyik verset azt ugye teljesen mi találtuk, kidolgoztuk
megcsináltuk meg rendesen. A másikat pedig a Csíkzenekartól vettük, és ez teljesen ugyanúgy, ahogy ők éneklik. Te mióta énekelsz? Hát én már általános iskola óta gyakorlom. És miért fontos számodra? Szerintem nagyon fontos kifejezni az érzéseket. A stresszlevezetésnek például teljesen jó. Ti milyen szerepet játszotok a zenekarban, és mióta játszotok ezen a hangszeren? Gitározok, és harmadikos korom óta kezdtem ezt. Máson nem. Én dobolok, és másodikos korom óta dobolok úgy. Én negyedikes korom óta zongorázom, és másfél évet tanultam zeneiskolába, azóta autodidakta módon. Gondolkodtatok már banda neven? Ha igen, akkor mik az ötletek? Hát nagyon elvetemült ötletek vannak, úgyhogy ezt inkább nem árulnánk el, de lesz. Közeljövőben kitalálunk valamit. Akkor szeretnétek együtt maradni ezek szerint. Hogyan jött ez? Tehát ismertétek, hogy ti tudtátok egymásról, hogy zenéltek az évfolyamon? Magatok válogattátok össze, vagy Kolaris tanár úr szedte össze az embereket? Hát igazából így magunk jöttünk össze, de tanár úr is segített azért abban, hogy összejöjjünk. Mit gondoltok, hogyan sikerült a fellépés? Korábban volt-e már, hogy ilyen nagy tömeg előtt lép fel? Mit éreztetek előtte? Mi ketten Andrissal már léptünk fel egyszer korábban, ők még nem. Szerintem egyébként jó sikerült összességében. Úgy tudom, hogy te már korábban léptél fel nagyobb tömeg előtt. Most milyen érzés volt itt a suli előtt is megmutatni, hogy milyen szép énekhangod van? Hát én mindig rettenetesen izgulok. Most is ugyanúgy izgultam. Hát... ennyi igazából, félek tőle. Mennyire volt nehéz megtanulni a dalokat? Kitalálta ki azt, hogy milyen ritmusban játszátok ezeket? Hát legelsőnek a gitárhoz próbáltuk igazítani ritmust, utána csatlakozott be a dob, és úgy találtuk ki rá a zongorának a dallamát, a ritmusát, és akkor az lett úgymond a szóló része ennek a produkciónak.